Bíró Barna Botond lesz az RMDS jelöltje a Hargita megyei tanács elnöki tisztségére. Fergeteges koncert keretében meghívott vendégekkel mutatta be a legújabb lemezét a 4-es Street zenekar Gyergyószent Miklóson. 44. alkalommal szervezték meg a hagyományos Gyergyó Csomafalvi Délhegykupát, idén a jégkorongtorna Gyergyószent Miklóson zajlott. Köszöntöm nézőinket, önök a Fénypont legújabb kiadását látják, jó estét kívánok! Bíró Barna Botond lesz az RMDS jelöltje a Hargita megyei tanács elnöki tisztségére, erről döntött szombaton Hargita megye egyeztető tanácsa. Szintén szombaton rangsorolta a HET az RMDS megyei önkormányzati választásokra készülő képviselői jelöltjeit is. Mindhárom területi RMDS szervezet nevesített jelöltet a megyei tanács elnökségére. Borboly Csaba, Barti Tihamér és Bíró Barna Botond is korábban bejelentette ezen szándékát, és a szükséges aláírásokat is megszerezték a jelöléshez. A Csík, Gyergyó és Udvarhelyszéki területi RMDS szervezetek vezetőit tömörítő Hargita megye egyeztető tanácsa egy korábbi ülésén több mint 5 órán áttárgyalt a kérdésben. A szombati találkozón alig egy óra alatt egyöntetű szavazat mellett döntöttek az elnök jelölt személyéről. Bíró Barna Botond udvarhelyszéki elnök jelölt szombaton a HET mind a 15 tagjának szavazatát megkapta, ami azt jelenti, a másik két térség képviselője, Borboly Csaba és Barti Tihamér gyakorlatilag visszalépett a jelöltségtől. A szombati találkozón rangsorolta a Hargita megyei egyeztető tanács az RMDS megyei önkormányzati választásokra készülő képviselő jelöltjeit. A lista egy algoritmus szerint állt össze és osztik meg, figyelembe véve a három területi szervezet javaslatait. Az első három helyen három területi szervezet vezetője áll, Bíró Barna Botond, Borboly Csaba, Barti Tihamér, majd a következőképpen folytatódik a jelölt lista. Geréb László, Ferenc Salamon Alpár, Sinka Arnold, György Botond, Bece István, Tamás Ernő, Szentes Antal, Kolumbán Dávid, Portik Zsolt, Rákosi Sejvárt Ildikó, András Lóránt, Dobos Melinda, Szabadi Kinga Zsófia, Kántor Boglárka, Fodor Zoltán, Rácz István, András Róbert. A listán összesen 38 név szerepel. Az Európai Beruházásokért és Projektekért felelős minisztérium ma elkezdte az alapélelmiszerekre és melegételre költhető újabb 250-es támogatás utalását a szociális kártyákra. Az összegből mintegy 2,6 millió személy részesül, közölte a Facebook oldalán Adrián Köcsú tárcavezető. A miniszter bejegyzése szerint a pénz utalása április 25-én fejeződik be. Ettől az évtől a 2000 lejnél kisebb jövedelmű, hátrányos helyzetű személyek jogosultak két havonta a 250 lejes szociális támogatásra. A korábbi összeghatár 1700 lej volt. Hatalmas buli keretében mutatta be az idén megjelent harmadik nagy lemezét a 4-es Street Gyergyószent Miklóson. A zenekar meghívott vendégekkel, többek között Vikidál Gyulával, Dániel Figergővel, a Katorzsa és a Mocorgók néptán zenekarral közösen tartott fergeteges koncertet az itthoni közönség előtt. 6 évvel ezelőtt, április 13-án, pénteken tartotta a bemutatkozó koncertjét Gyergyószent Miklóson egy kocsmában, 60 ember előtt a 4-es Street. Az elmúlt években felfelé ívelt a zenekar pályafutása, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint három nagy lemez, díjak és számos nagy sikerű fellépés Erdélyben és Magyarországon egyaránt, valamint az, hogy most pénteken a Bazilides Tibor sportcsarnokban közel 1000 ember tombolt az együttes lemezbemutató koncertjén. Hullámzó nem volt, viszont hullámvölgyek azért voltak a zenekar életében, elég ha 2020-21-es járványidőszakra gondolok vissza. Egyéb sok nehézséggel is meg kellett küzdjünk az évek alatt, viszont örülünk annak, hogy három nagy lemezünk megjelent, több aranylemez, több platinalemez, hál' Istennek összejött az évek alatt, szakmai elismerések is voltak, és ami a legfontosabb az, hogy tényleg embereknek játszhatunk évente nagyon sokszor, úgyhogy mi örülünk annak, hogy itt lehetünk 6 év távlatában is. A zenekar eddigi három nagy lemezén, stílusban, zenei hangvételben is nagyon különböző dalok jelentek meg.
Mindenki mást hallgat, van, aki rockosabb, van, aki popposabb. Igazából az a legjobb, hogy mindenki mindent szeret majdnem, és abból a zenei kavalkádból kicsipegettük személyesen mindenki azt, amit a legjobban szeret, és öt embernek a zenei ízlését összehangolni, az nagyon-nagyon érdekes, mert akkor születnek meg ezek a dolgok, mint például nálunk, hogy egy picit indisebben kezdtük, majd egy picit popposabb útokra elvesztünk, és most érezzük azt, hogy igazából ez az érett általunk képviselt érette felnőttesebb, rockosabb, élőzenésebb zenei stílus, az, ami képvisel minket igazából, az, ami nekünk az nagyon kényelmes, meg nagyon jól esik. Az indie poprockhoz állunk mi is a legközelebb, de nem féltünk soha popposabb, folkosabb, rockosabb elemekhez hozzányúlni. Ez főleg a harmadik lemezünkön érződik. Például ott van a Gondtalan éveink, ami egy elég zúzós dal lett, de ugyanakkor ott van a Hogyha fázom is, ami tényleg egy balladisztikus dal. Tehát, hogy mi tulajdonképpen nem műfajba gondolkodunk, hanem nekünk inkább az fontos, hogy ami dalaink vannak, azok a lehető leghitelesebbek legyenek, és nálunk csak akkor jelenik meg dal, amikor tényleg úgy is gondoljuk, hogy az a szöveg igaz, vagy az a dal, ami kijön belünk, az igaz. Van, aki integet, van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyent, a földre könyv, a vándor útra kéz. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, ezzel a számmal meddig mehetek el. A 4-es Street fontosnak tartja, hogy magyarországi sikerei mellett itthon is találkozhasson a közönséggel, hiszen nagyon kötődnek ehhez a vidékhez, az itt élő emberekhez. Szerintem mindenki a zenekarból hálás annak, hogy egy ilyen gyönyörű helyen születhetett. A tisztaság az, ami szerintem a legjobban elmondható erről a vidékről, és a lelki nyugalom valamilyen szinten, ami nekünk hatalmas nagy inspiráció volt. Az, hogy lehetőségünk volt nyugodtan dalokat írni, dalt szerezni, és az életünk is valamilyen szinten nyugodt körülmények közt zajlik. Ez egy nagyon-nagyon szép dolog, és igen, valamilyen szinten lokálpatrioták vagyunk, mert nagyon szeretjük ezt a helyet, nagyon szeretjük a helyet, ahol születtünk. A gyergyói közönség tombolt a 4-es Street pénteki koncertjén, a vendégelőadók produkcióin együtt énekelt több száz ember a Bazilides Tibor sportcsarnokban. A hangulathoz hozzájárult az X-Faktorból és a Dal című műsorokból is ismert Dániel Figergő és zenekarának fellépése, valamint a 76 évesen is nagy sikert arató, sokak kedvence, a Liszt Ferenc és Emerton díjas Vikidál Gyula is, aki több dal erejéig is megmutatta egyedi hangját. Vetítéssel egybekötött könyvbemutatóra várják elsősorban a természetjárókat és a földrajz iránt érdeklődőket a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárba. Székely Árpád Kárpátok alpi forma kincs a Magas Tátrától a Retyezátig könyvének bemutatására április 17-én, szerdán 18 órától kerül sor. A méretes kötet a Kárpátok uralkodó vonulatainak alpi forma kincsét, a jégvájta és jégkörnyéki domborzatot mutatja be. A tudományosan megalapozott ismeretterjesztő munka külön érdeme a rendkívül gazdag képanyag, továbbá a szöveget szemléletessé tevő ábrák, vázlatok, térképek és digitális domborzat modellek sokasága. A kötet a helyszínen megvásárolható. Az önkéntesség előnyeit bemutató társasjátékot fejlesztettek ki a gyulafehérvári Caritas, valamint a Szegedi Talentum Alapítvány közös projektjeként. A játék során igyekeznek a fiatalokat érzékenyíteni az önkéntes munka iránt, bemutatni annak a sokszínűségét és a lehetőségeket, egyéni képességeket felhasználni, jót tenni. A gyulafehérvári Caritas, valamint a Szegedi Talentum Alapítvány közös projektjeként önkéntességre ösztönző társasjátékot mutatott be, amely a fiatalokkal szeretné megismertetni az önkéntesség előnyeit, ugyanakkor érzékenyebbé tenni őket azon társadalmi problémák iránt, amelyek orvoslásában a szervezetek önkéntesek segítségére is támaszkodnak. Hogy kiknek szól a társasjáték? Elsősorban pedagógusoknak és ifjúsági vezetőknek szerettük volna ezt a társasjátékot, mint eszköz kidolgozni, hogy majd a fiatalokkal játszassák ezt minél szélesebb körbe tovább, és a játék által akkor
picikét az önkéntességre tudják őket nevelni, vagy egyáltalán érzékenyíteni, megmutatni az önkéntességnek a sokszínűségét, sokoldalúságát, és akkor egy picikét becsempésztük azt is, hogy az önkéntességen túl társadalmi problémákat is megelevenítettünk a játék során, minél élethűbben, ami egy picikét a felelősségtudatra nevelni a fiatalokat, akik ezeket a játékokat eljátsszák. A játék után különböző témákat tudnak megbeszélni az önkéntesség lehetőségeiről, illetve hogy ehhez milyen készségekre van szükség, milyen készségeket fejleszt. A játéknak két része van. Az első részben egyénileg játszanak csapaton belül, ezért mindenkinek van egy-egy szavazó cédulája, ugyanis önkéntesség lehetőségeket olvashatnak fel az első kártyapakliból, ugye a játék mindkét részéhez egy-egy kártyapakli tartozik. Önkéntes lehetőségeket olvasnak fel, amihez tartozik két választási lehetőség. Próbáltunk olyan lehetőségeket adni, amik ne zárják ki egyáltalán az önkéntességet, tehát hogy mindenképp vállaljanak valamit az adott lehetőségből, még hogyha egy keveset, de akkor is vonódjanak be. Ugye ezt szeretnénk elérni, hogy akkor minél inkább bevonjuk a fiatalokat a társadalmi problémák megoldásába. Kérdésünkre, hogy mennyire van igény az önkéntességre, Luisa azt válaszolta, hogy nagyon nehéz megmozgatni a fiatalokat, de mint a példa mutatja, játékosan is fel lehet kelteni a figyelmüket a felelősségvállalásra, az önkéntes munkára. A játék során igyekszenek a fiatalokat érzékenyíteni az önkéntes munka iránt, bemutatni annak a sokszínűségét és a lehetőségeket, egyéni képességeket felhasználva jót tenni. Az első magyarországi Playback Színház alapítója Kis György Ádám és az általa képzett társulat érkezik Gyergyószent Miklósra. Egy olyan improvizatív színház ez, amelynek forgatókönyvét a résztvevők írják. A nézők hangulatokat, életérzéseket, történeteket, álmokat osztanak meg, amelyeket a társulat zene kíséretében improvizálva játszik el. Személyes történetek, melyekben bárki megtalálhatja saját életének egy-egy epizódját, ismerős érzésekkel találkozhat, és ha csak szemlélője marad is a játéknak, saját lelkisebeire találhat benne orvosságot. Ajánlott minden korosztály számára, segítő szakmában dolgozóknak és pedagógusoknak, illetve mindazoknak, akik hisznek benne, hogy sorsuk, személyiségük alakításáért felelősek. A belső iránytű előadás sorozat keretében megszervezett Playback Színház április 24-én este 7 órától lesz a Szent István plébánián. A tavasz a jó időbe köszöntével mindenki igyekszik szebbé, virágosabbá tenni a környezetét. A Sepsiszentgyörgy mellett levő több mint 30 éve működő kertészetben többfajta növényt termesztenek. Tavasszal elérkezett a balkonládás növények kiültetésének az ideje. A Sepsiszentgyörgy mellett levő több mint 30 éve működő kertészetben többfajta növényt termesztenek. Ezek közül a vásárlók kedvence a muskátli. A tavasznak a meghatározó növénye az a muskátli, mindenféle méretbe, színbe és formába és fajtába. Tehát nem véletlenül, mert egész jó teljesítményt ad kiültetés után, és nyilván minden növénynek, nincs olyan növény, amelyiknek nem kell gondoskodás, minden növénynek kell, de hogy ez igazán szép teljesítményt tud adni, ezért ilyenkor hiába van legalább egy 200-as terméklistánk, abból a legtöbb az a muskátli. Hozzátette, nagyon fontos, hogy betartsuk a megvásárolt, kiültetett növény igényeit. A növénynek ugyanakkor szüksége van mikro- és makroelemekre, amit tápoldattal lehet kijuttatni. A muskátli igényeiről érdeklődtünk. A muskátli az nagyon szereti a naposabb helyeket, naposabb, maximum félárnyékos helyeket, tehát az árnyékot azt mindenféleképpen kerüljük el, és a méretének megfelelően, és az éppen aktuális hőmérsékletnek megfelelően kell öntözzük. Tehát egy olyan erkélyládát mondjuk júniusban, júliusban, augusztusban, ami már szép nagy, azt muszáj naponta, de az is lehet, hogy naponta kétszer meg kell öntöznünk ahhoz, hogy jó teljesítményt tudjon hozni. A muskátli kevesebb gondozással is beéri, de abban az esetben nem lesz olyan szép, mutatós, mint a rendszeres tápoldatos öntözés esetén, tette hozzá Rendi Amália. Idén 44. alkalommal szervezte meg a hagyományos Délhegykupát a Gyergyócsomafalvi önkormányzat, a Köllő Miklós általános iskola és a Csomafalvi Délhegy jégkorong szakosztály. A jégkorong tornára az U11-es korosztályban várták a csapatokat vasárnap a Gyergyószent Miklósi jégpályára. Idén is megrendezték az egyik legnagyobb hagyománnyal bíró Gyergyócsomafalvi Délhegykupát.
Az első Délhegy Kupa jégkorong tornát 1969-ben rendezték Gyergyó Csoma falván, és kisebb megszakításokkal idén elérkeztek a torna 44. kiadásához. A meleg idő miatt a község szabadtéri jégpályája helyett a Gyergyószent Miklósi jégcsarnokba várták ezúttal az U11-es korosztályba tartozó gyerekeket. 1969-ben kezdődött, kisebb-nagyobb kihagyásokkal 44-szer tudtuk megszervezni. No, és mivel ugye az időjárás viszontagsága miatt nem lett egy csomafalván már a második szezont, hát így a GHK közös megegyezésével, megbeszélésével meg tudtuk oldani, és gondolom a közeljövőben is ezt a hagyományt fogjuk továbbvinni. A 44. Délhegykupa 4 csapat részvételével zajlott. A csomafalvi együttes vendégei Csíkszereda, Gyergyószent Miklós és Ditró voltak. Összesen 72 gyerek lépett jégre vasárnap és kergette nagy lelkesedéssel a korongot. Csata Jenő, a Délhegy Sportklub szakosztály vezetője köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen formában támogatták a torna létrejöttét. A fő támogatóink nekünk most a polgármesteri hivatal, Kölő Miklós általános iskola, vannak főtámogató cégek, és a szülők, amiket nem kell elfeledni, mert ugye ők anyagilag és szellemileg támogassák a gyerekeket, és nem utolsó sorban az edzőket, mert ugye azok irányítsák a csapatot, felkészítik az U13-os tovább lépésre, ugye a Gyergyó medence jégkorongozóinak a bővítésére szakszerűen. Ahogy az U11-es korosztályban lenni szokott, nem számított az eredmény. A fő cél az volt, hogy mindenki lehetőséget kapjon játszani, büszkeséget szerezni saját maga és a szurkolók, szülők számára. A torna végén az összes csapatot győztesnek nyilvánították, egyforma érmeket, kupát és ajándékcsomagot kapott minden gyermek. Híreink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, viszontlátásra holnap. Hírműsorunkat támogatja a Polimed Anna gyógyszertárak. Székelyföld legellátottabb gyógyszertárai. Műsorvezetőnk ruháját a West Dream biztosította.